Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai víkendben tehetséges férfi vendégeink lesznek. Plavec Jánossal a vadászat, humoros oldaláról, Rádi Lászlóval pedig a fafaragásról beszélgetünk majd. Először azonban velem szemben a Móricz Zsigmond Színház egyik közkedvelt színésze, Nagyidai Gergő, aki nem érkezett üres kézzel, benne csodálatos kis lányt, egy lényt hozott, mégpedig a sajátját. Szia! Ziller Róza? Igen. Ő a ti kislányotok, és úgy tudom, hogy még élőadásban nem szerepel, de gondolom, hogy a színház tájékán már sokat járt. Igen, egyszer egy társulati fotózáson már szerepelt egy képen, egy csoportképen. Akkor is éppen nem tudtuk hová tenni, tehát kénytelen volt velünk lenni a bébi. És hát ez most is így adódott. Szia! Hát nagyon cuki vagy. Apával szeretnénk beszélgetni, gyere, felülünk és megnézed ezt az órát közben, arról, hogy apa szerepel egy csodálatos sorozatban, ugye, amelynek a címe, hogyha jól tudom, én nem vagyok egy sorozat néző, a tanár, csak a címet szerettem volna jól mondani, amiben te egy nagyon sármos ügyvédet alakítasz. Gergő, tudom, hogy ezekről a sorozatokról nyilván sok minden nem árulhatsz el, mert bizonyos szerződések kötnek, de azt azért mindenképpen áruld el a nézőknek, hogy hogyan kerültél magába a sorozatba. Hát ez például az egyik, amiről nem igazán lehet beszélni, ha magáról a castingról, hogy ez hogy miként zajlott. Olyan körülményekre viszont nem tudom, hogy mennyire terjedt ki a dolog, hogy a Macbeth előadás kapcsán kerestek meg tulajdonképpen itt ezzel a szereppel, de nem is a szereppel, hanem magával a forgatás lehetőségével. Ami engem korábban egyáltalán nem érdekelt. Igen, ez lett volna a kérdés, hogy mennyire vonzott az, hogy te mondjuk filmben is. Soha korábban nem. Soha? Nem, egyáltalán nem. Engem kielégített a színház. Ott mindent játszhatunk, amit akarunk, és éppen ez az érdekes az egészben, hogy akkor talált meg ez a dolog, amikor elkezdett érdekelni, hogy milyen a még inkább szűkített játék. Ugye, ahogy a nagy színpadról közeledünk be, egyre közelebb kerül a néző, annál szűkebb lesz a játék is, és már egészen pici dolgok érvényesülnek. És mondd csak, hogyan lehet összeegyeztetni a forgatást, a színházban való szereplést és az apaságot? Mert hogy ugye gondolom, ez a kis fiatal hölgy azért követeli azt, hogy rá is koncentráljon a színészi létre. Persze, hát hogy lehet összeegyeztetni, nem tudom. Engem most inkább az egyik legfőbb dolog az, ami érdekel, az Ille. Igen, most nézem, hogy úgy nézed, mint hogyha most látnád először. Lehet, hogy az az érdekes, hogy egy idegen nő itt a karjaiba kaparintotta ezt a csodás kislányt. Hát azt gondolom, igen, ez talán a legfőbb szerepe az ember életébe, de hát azért emellett ugye nektek nagyon-nagyon sok minden más is van. Persze. Most, hogy azért megváltozott nyilván a világunk, sokszor találkozok kollégáiddal itt a víkendben, és ugye mindenkitől megkérdezem, hogy hogyan hatott az ő életére az, hogy egy egészen más minőségben dolgoztok. Persze a színház falain belül ugye dolgoztok, de hát sajnos a nézőkkel azért nincs személyes kontakt. De hogy éled meg ezt a mostani helyzetet? Hát ugye nálunk ez az egész vírusosdi, ez az egész helyzet, ez nem lesz szép, de a legjobb kor jött. Mert hogy pont akkor rángatott ki mindenből, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. Mint például a költözésünk, kiköltöztünk egy faluba, Bújra, hogy egy kicsit kapjunk levegőt, hogy ne csak a színház létezzen, hanem legyen körülöttünk valami tér, legyen valami, ami a miénk, megjött még valami, ami miénk, és én csak ennek élhettem, és ez óriási dolog. Gergő, én mindig meg akartam kérdezni, hogy te mitől nézel ilyen jól ki, tehát, hogy ilyen nagyon jól kidolgozott a tested. Most lehet, hogy a buji élet, meg a friss levegő, meg a fűnyírás, erre még egy kicsit. De hát azért előtte is, tehát te tényleg azon színészek egyike vagy, akinek azért a test és lélek harmóniája úgy látszik, hogy fontos, legalábbis mi nézők ezt láttuk. Mennyi munka volt e mögött? Volt. Vagy van?
Hát most csak a gyerek a súlyzom, és ahogy gyarapodik a súlya, egyre nagyobb kihívást jelent. Együtt főzünk kávét, tehát tulajdonképpen reggeltől estig, amikor otthon vagyok, akkor a bal kezemben ül, és mindent együtt csinálunk. Megnehezíti a dolgot például egy elindulást, akár ide is, hogy amíg őt felöltöztetem, és aztán én is felöltözöm, ez most ő a súlyzom. Meg hát ugye kint, ami adódik a területen, amit nyertünk, amit jó, kaptunk. Hát figyelj, nem tudom hány kiló, de jó kis súlyban van vagy. Én sem, már biztos nem 10, mert amikor először elkezdett fájni tőle a vállam, akkor megmertem, és 10 kiló volt, de most már biztosan több. Nagyon picit, Gergő, mert az időnk az rohamosan fogy, még egy picit azért faggathatlak a sorozatról, hogy azért, hát hogy is mondjam, országos hírű, vagy országosan ismert, szinte már celebekkel játszhatsz együtt. Ez fontos, nem? Ilyenkor ugyanúgy kollégák vagytok? Én nagyon jó embereket ismertem meg, tehát össze, hogy persze, hogy ne, azért nyilván az embernek van egy fajta hozzáállása, vagy nem tudom, előítélete, amikor találkozik olyan arcokkal, akik nap mint nap a médiában vannak, és kicsit jobban előtérben művelik a szakmát, mint mi. De hogy milyen emberekkel találkoztam, hogy ők valójában kicsodák, ezt a néző nem tudja a tévéképernyőn keresztül megítélni, én pedig barátságokat nyertem vele. Na hát mi meg majd követjük, hogy ezek a szerelmi szálak hogyan alakulnak, és reméljük, hogy a nézők pedig még nagyobb örömmel tapsolnak majd neked a Móri Zsigmond Színház színpadán, hát, illetve a nézőterén. Legyen úgy. Nekünk is hiányoznak a nézők nagyon. Köszönjük szépen. Én is köszönjük. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár ezúttal a gyerekeknek hirdet rajzpályázatot Berg Judit világa címmel. A megyei rajzpályázaton alsó és felső tagozatos általános iskolás diákok vehetnek részt. Olaj, vízfesték, színes ceruza, zsírkréta vagy kollázs, a technika szabadon választható. Az illusztrációnak azonban kapcsolódnia kell a József Attila díjas író Berg Judit valamelyik művéhez. Az írónő egyik legismertebb alkotása a Rumini sorozat. A Kalandvágyú kisegér története jelenleg a 10. résznél tart. A 9. Rumini tükörszigeten 2020-ban elnyerte a Merítésdíj legjobb gyerekkönyv közönség díját. A beküldött képeket szakértő zsűri bírálja majd el, a legjobb 70 alkotást pedig online kiállítás formájában teszik közé. Külön díjakat is kiosztanak majd. Az eredményhirdetés 2021. április 26-án lesz a 48. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekkönyvhónap keretében. A gyerekek rajzait az alábbi e-mail címre várják 2021. március 31-éig. A fafaragás gyönyörű mesterségével folytatjuk. Vendégünk Rádi László, fafaragó népi iparművész. Jó estét, és hát természetesen nem érkezett üres kézzel hozzánk, Laci. Csodálatos termékeket hoztál, de hát gondolom, hogy ha most az lett volna a feladatod, hogy valamennyi általad elkészült fafaragást ide behoz, akkor lehet, hogy ez a stúdió kicsi lett volna, ugye? Valószínű. Mikor kezdődött ez a szerelem a te életedben? Hát ez tulajdonképpen gyerekkoromban kezdődött. Édesapám az erdőgazdaságban dolgozott, és mindig hozott haza ilyen különböző alakú fákat. Én ott nézegettem, de akkor még nem tudtam vele mit kezdeni, hiszen egy balta volt az egész szerszámkészlet a házunkban. De aztán ez a szeretet később is megmaradt, és mikor katona voltam, 1977-ben, akkor Kalocsa környéken, Ládahomokon voltunk biztonsági őrségben, egy lőtér környéken, ahol elhagyott anyák voltak. És a
tanya kerítésén gyönyörű szép kapaktökök lógtak. Én azokból készítettem a magokat, és mikor leszereltem, elültettem őket. És nekem is termettek szép nagy kobakjaim. Közben leszerelés után a kertész egyetemen dolgoztam, az arborétumban, mint kertész, és ott is kaptam a világ minden tájáról ilyen behozott kobaktök magokat, és azokat is elültettem, aztán ezeket összeporozgattam, összekereszteztem, és akkor rengeteg fajta kobaktök termett, egészen a kis féldecistől kezdve a legnagyobb 16 literes volt. És ez adta magát, hogy ezzel valamit kezdened kell, hogy el kell kezdeni? Igen, és amikor 1980-ban megnősültem, feleségemmel bementünk a Népszarvízi Múzeumba, és ott láttunk karcolozott kobakokat. Régen a pásztorok ilyenbe hordták a bort meg a vizet, felakasztották az oldalokra, és abba vitték az innivalót. Uh-huh. És ráértek, ottan szépen kidíszítették különböző motivumokkal, betyáralakokkal, pásztorokkal, vadászokkal, mindenféle ilyen csikós jelenetekkel, és mi is megnézegettük ezeket, és akkor elhatároztuk, hogy hát mi is fogunk ilyeneket csinálni. Neki is kezdtünk, és következő év tavaszán megláttuk a kiírást, a népművészeti ifjúmestere pályázatot hirdették meg. Akkor még a KISZ központi bizottságának a művelődés osztálya, és akkor beneveztünk mi is, csináltunk 5 darab szép tököt, lopótököt is, kobakot is, csak elkövettük azt a hibát, hogy lelakkoztuk, hogy szebb legyen. És amikor bementünk zsűrizésre, Péter Filaci volt a zsűri elnöke, hát rögtön azt mondta, ezek a tökök csodálatosak, gyönyörűen ki van karcolozva, csak egy, hogy nem lett volna szabad lelakkozni, másik pedig, hogy nem tudjuk még, hogy mit tegyünk rá, mert ugyan ráraktuk a gyönyörű szép rábaköző hímzés mintákat is. Később aztán még jobban elmélyedtünk ebbe a témába, átkutattuk a szakkönyveket a könyvtárban, és akkor most már tudtuk, hogy mit kell rátenni, és onnan küldtek, mármint Péter Filaci küldött bennünket dr. Puskás Nyolá Júliához, akkor még díszítőművészeti stúdió volt, és ott indult Galánfi Andrásnak, Galánfi András vezetésével egy fafaragó szakkör, és Andrástól is nagyon sok instrukciót kaptunk, úgyhogy meg utána minden évben mentünk Tokajba, 3 hét alkotótáborba, és ott is olyan nagy mesterektől tanultunk, mint meg nagy emberektől, mint András Folyi Beltoron, vagy Makovec Imre, vagy Kerékgyártó István. Laci, te tulajdonképpen ugye repülőgép szerelőként kezdted a nagybetűs életet, és most fafaragó művészként, hát én úgy gondolom, hogy nem csak a saját családodat tetted népiparművészé, hanem sok-sok embert, aki általad szerette meg a fafaragást, illetve szeretett bele a fába, mint anyagba. Egy táborra is készültök ebben az évben, nem először, azt hiszem, hogy ez már a 14. alkalom ez lesz? Ez már a 15. lesz. 15. lesz. Úgyhogy... Hol tartjátok ezt a tábort, aki esetleg még nem hallott róla? Hát Sulyánbokorban egy tanyám, amit 2004-ben vettem, és évek alatt sikerült úgy felfejleszteni, hogy ott tudjuk tartani a tábort, megvan honnan hozzá a gépek, szerszámok, műhely, nagy szín, minden. Ezt hogy kell elképzelni? Jelentkeznek, és akkor ott mondjuk egy teljesen kezdőt is megtanítasz. Hát nyilván nem egy ilyen tükör készül el egy hét alatt, de mondjuk azért valamilyen használati tárgynak az elkészítésére? Ez a Szabó-Szatmár-Bereg megyei faragóknak
Népművészeti Egyesületi tagoknak a tábora. Akkor ide profik mennek, mondhatjuk ezt. Megvan a törzsgárda, de azért mindig jönnek újabbak, akikből az utánpótlást próbáljuk kinevelni, úgyhogy ott sokat tanulhatnak az idősebb mesterektől, és elleshetik tőlük a fogásokat, ugyanúgy, mint annak idején én is csináltam. Mondhatjuk azt, hogy egy jó fafaragó élete végéig tanul, hasonlóan egy jó paphoz? Biztos, mert a fafaragásnak annyi ága van, kezdve, azt szoktam mondani én, a fagyörűtől, faékszerektől kezdve, a gyerekjátékokon keresztül, majdnem a székelykapuig mindent megcsináltam, lehet esztergálni, lehet domború faragást csinálni, égrovásos faragást. És melyik a kedvenc fafajtád, amiből a legszívesebben dolgozol? Én legjobban szeretem a diófát, mondjuk az is, ahhoz is legkönnyebb hozzájutni. Itt vannak ezek például diófából vannak. Aztán az almafát, körtefát, nagyon szép a tiszafa, az a kis szalvita tartót belőle. A puha fákat nem nagyon szeretem, mert azokat nem lehet szépen felfényezni. Könnyű faragni, de nem lehet felfényezni, és nem olyan szépek, mint a kemény fák. Hát én szívből gratulálok, kívánom, hogy a koronavírus nyára tényleg messze hagyja el ezt az országot, és legyen lehetősége a hozzád hasonló csodálatos kezű fafaragóknak együtt gondolkodni, együtt tevékenykedni, és újabb gyönyörű tárgyakat készíteni Súlyán-Bokorban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Remélem, hogy sikerül ebbe az évbe is. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság rajzpályázatot hirdet Mesélő értékeink Nyíregyháza kincsei címmel. A pályázat célja, hogy felkutassák az újabbnál újabb, eddig ismeretlen vagy már elfeledett nyíregyházi értékeket, valamint hogy ezúton is népszerűsítsék a helyi értéktárba felvett nemzeti értékeket. Ide tartozik már többek között a nyíregyházi Kantémosz kórus munkássága, a sóstózó, a For Dance tánc együttes eredményei és koncepciója, de helyet kapott a listában a nyíregyházi törvényszék épülete és Váci Mihály irodalmi munkássága is. A bizottság most olyan alkotásokat vár, amelyek a Nyíregyházán található nemzeti értékeket ábrázolják, A/4-es méretű 2020-ban vagy 2021-ben hagyományos technikával készült rajzok formájában. Ezeket postai úton a nevezési lappal és a hozzájáruló nyilatkozattal együtt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár címére, vagy elektronikusan az alábbi e-mail címre lehet elküldeni. A nevezés ingyenes, a pályamunkák beküldési határideje 2021. március 31. A következő percekben a vicces sztorik lesznek célkeresztben. Pravec János ugyanis javarészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődő humoros vadász történeteket írt egy könyv formájában. Jó estét kívánok! Hát már maga a cím is elég vicces, ugye? A címe pedig nem más, mint Pucér vadász puskával. Igen. Hogy jött ez az ötlet? Sokan másra gondoltak, amikor elolvasták ezt a címet. Megtréfáltuk az egyik barátunkat, és akkor írtam meg ezt a kis novellácskát, ez a címe, és ez lett aztán a könyv címe is. Erről a tréfáról azért hallhatnánk valamit? Hogy is történt? Igen, kacsáztunk a Szelkó tavon négyen, és egyedül Kálmán lőtt három kacsát, nekünk nem sikerült, a kutyája viszont nem hozta ki a vízből, már esteledett ránk, és végül úgy döntött, hogy levetkőzik, bemegy érte, közben a kutyáját is tanítja. Mi elloptuk a ruháját, és elmentünk a sátorba. Jó 2 kilométert kellett neki este félig öltözötten, mert csak egy töltényő volt rajta, meg 3 kacsa és egy puska. Gondolom, hogy nem volt őszinte a mosolya, amikor megérkezett a sátorhoz. Nem mosolygott, messziről hallottuk már, mit fog csinálni velünk, ha beér a táborba.
Hát egy kicsit kanyarodjunk vissza itt az időben. Ugye nem mindenki születik fővadásznak, viszont nem is lesz mindenkiből vadász. Hát azért az elsősorban egy férfias sport, vagy mesterség, vagy hivatás, de vannak persze női vadászok is. Én úgy tudom, hogy tulajdonképpen azért kezdett lőni, mert hogy kellett a takarmányállat, ugye? Így van, én solymászattal kezdtem valamikor 9 éves koromban. Volt egy légpuskám, néhány év múlva nem kellett a csimaszokat szednem az eresz alól. És hát ez szép sorba ment, mikor elértem azt a kort, hogy már igazi puska is lehet a kezembe, akkor vizsgát tettem, és azóta vadászom, ennek már több mint fél évszázada. Jóval. Lehet azt definiálni, hogy milyen típusú emberek lesznek azok, akik vadászként élik az életüket, és persze itt most azért én a tisztességes vadászt nevezném vadásznak, nem pedig az orvadászokat, vagy azokat, akik kegyetlenségből ölnek állatot. Nézze, ez az emberrel együtt született a vadászat, tehát nagyon régi, mondhatnánk, hogy egy atavisztikus cselekedet. Végső soron nem az már most, hiszen élelmiszerünk van. A vadászat a természet szeretettel jár együtt. Előbb lettem én természetszerető, környezetvédő, és itt kell megjegyeznem, hogy az első természet és környezetvédők a vadászokból kerültek ki. Említhetném Darwint vagy Hermann Ottót is, tehát egészen régre lehet visszanyúlni. A vadászatban maga a természetjárás, a vad belopása, a várakozás az, ami feldobja az embert, vagy nyugtatja, vagy éppen izgatja az embert. A vad elejtése az már, hogy mondjam, nem olyan túl felemelő érzés, bár a trófeát hazavisszük, hiszen ez egy győzelmi jelvény, hogy úgy mondjuk túljártunk a vad eszén. És nem utolsó sorban kulinális élmény is, amennyiben a vadat szeretik. Ön is említette, hogy tisztességes vadász, én kétféle vadászt ismerek, az igazi vadászt és a puskás embert, ez utóbbiak nem vadászok. Én is ismerek egy pár elhivatott vadászt, és tudom jól, hogy azért ez valahol úgy működik az ő életükben, hogy vadásznak, ugyanakkor vissza is adnak a természetnek, az erdőnek és a jószágoknak, és nem kevés összeget költenek például arra, hogy télen fölvigyék a Mátrába, vagy különböző helyekre a takarmányt, hogy az őzeknek és az apró vadaknak is legyen megfelelő mennyiségű tápláléka. Azt gondolom azért ezt a laikusok nem is nagyon tudják. Valószínű nem tudják, egy-egy vadásztársaság sokszor vagonnyi szemes terményt hord ki télen, szénából is a fene tudja mennyi nagy körbálát, amelyeknek a súlya 3-3,5 mázsa, és iszonyatos nagy pénzbe kerül a vadak etetése, maga a fegyver, a ruházat is, de aki vadász akar lenni, ez megfizeti, és viszi a takarmányt is, mert nagyon jól tudja, hogy ősszel, ma már ezek a nagy gépek 1-2 hét alatt letakarítanak mindent, és nincs ennivalója a vadnak. A Pucérvadász puskával című kötetre egy picit térjünk vissza. Ugye nem csak a megtréfált kollega került be ebbe, Kálmán a sztorikba, hanem ezen kívül még 29, és ha jól tudom, a 30 történetben 28 itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt, vagy ihletődött. Hát zöme itt történt. Mikor kezdte egyébként ezeket a sztorikat úgy összegyűjteni, hogy már azért ott volt, vagy esetleg mikor jött az a gondolat, hogy ebből majd ezt egy könyv születik? Hát miután több mint éve, 50 éve vadászok, rengeteg sztorit hallottam, történetet, egyiknek másiknak részese is voltam. Magától adódott az, miután korábban szakmabelije voltam önnek, én is újságíró voltam. Félretettem ezeket a sztorikat, történeteket, és most a Covid hozta ki belőlem, amikor se té, se tova, akkor leültem az írógép elé, és megírtam ezt a 30-at, aztán derült ki, hogy van még ebből több is. És akkor lesz folytatás? Ez azt jelenti? Hozzákezdtem. Mi lesz a címe? Azt el lehet árulni?
Tehát egy munka címe van, Kaján vadász címet adtam neki, nem biztos, hogy ez marad. Hát én azért kívánom, hogy még egyrészt legyen sok történet, mert ez egy trilógiaként lenne igazán jó, hát vagy legalábbis én így képzelem. Az idő már elment fölöttem, nem biztos, hogy be lehet fejezni majd. Hát én azt kívánom, hogy a Jóisten adjon ehhez egészséget és vitalitást, kedvet és persze humort, mert ugye az elengedhetetlen, hogyha tréfás történetekről beszélünk. Még egy gondolat, most hallottam valamelyik rádió műsorban, hogy például igaz, hogy nem Magyarországról van szó, hanem Afrikáról, hogy ott azokat a zsiráfokat lőhetik ki, amelyek már esetleg tényleg nyugdíjasok, és ez is úgy történik, hogy nem tudom én hány tízezer dollárt kell felajánlani. Drága az afrikai vadászat mindenféleképpen, és még, hogy mondjam, sokkal jobb, ha az előregedett állatokat vadász lövi meg pénzért, mert azt vissza tudják forgatni, tudnak vizet csinálni, mert Afrikában ez a legnagyobb kérdés, hogy van víz. Ha van víz, akkor van vad is. És iszonyú összeget hajlandó egy-egy ember fizetni azért, hogy nem vadászható fajokból azt a példányt lője meg, aminek esetleg már csak napjai vannak és kínlódik. Tulajdonképpen akkor mondhatjuk, hogy ez olyan, mint egy eutanázia a vadaknál? Igen, csak nem injekciós tűvel végzik, de legalább olyan gyors egy jól elhelyezett golyó. Hát János, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Egyrészt talán meg tudtuk egy picit a nézőknek mutatni azt az oldalát is, amit sokan nem látnak, tehát sokan csak a pusztítást látják akkor, amikor egy-egy filmrészletet látnak mondjuk egy erdei vadászatról. Másrészt pedig a humoros oldalát is, hogy azért itt a puskákat mindig húsvér emberek fogják, és ott mindenféle vicces dolgok is megtörténhetnek. Hát vadászatok után az a savaborsa az egésznek, hogy összejövünk, eszegetünk, iszogatunk, zirikáljuk egymást, történeteket mesélünk, kiszúrunk a másikkal, jót nevetünk. Ma már viszont eléggé sietősek a vadászok, vagy legalábbis ez egy részük. Mikor vége a vadászatnak, akkor már megy roham, mert valamit csinálni kell. Sajnos az egész világ ilyen. Úgyhogy most ez egy nagyon jó végszó volt, mert hogy a mi időnk is elfogyott, és lassan elköszönünk. Köszönjük szépen még egyszer. Kérem. Kedves nézőink, és tényleg köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, ennyi volt már a Weekend. Tartsanak velünk a jövő héten is ugyanebben az időben, amikor újabb érdekes témákkal és emberekkel jelentkezünk majd. Addig is vigyázzanak magukra, kellemes hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!